A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! A Száhel övezet napjainkban a Föld egyik legakutabb válságzónájává vált, ahol egyszerre van jelen a túlnépesedés, a klímaváltozás, az etnikai konfliktusok és a dzsihadista csoportok előretörése. Mindezek miatt több százezren hagyják el otthonukat és indulnak el Európa felé. Vajon hogyan lehet kezelni a régió válságát, és milyen szerepe lehet ebben a Magyar Honvédségnek? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Mátyás Corvinus Kollégium legutóbbi előadásán. A köztérben számítunk figyelmükre. Most a Száhelről lesz szó, Afrika talán legmélyebb válságáról, ami nem fog a közeljövőben megoldódni, rengeteg kihívásról, de hogy ezt nem fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Afrika nem csak a Száhel, Afrika nem csak a kihívások és a problémák, hanem a lehetőségek, a szafarik, a példátlan, érintetlen és hihetetlenül gazdag természeti kincsek, innovációk, kulináris élvezetek, és olyan barátságos embereknek a kontinense. Szakmai ártalomból nekem nyilván itt a sötét oldalakkal kell inkább foglalkoznom, és ma is erről lesz szó, de hogy ezt így afrikanistaként fontos missziómnak tartom aláhúzni, hogy ugye ami nagyon sokaknak még mindig a fejében van Afrikáról, hogy itt sehova nem megy ez a kontinens, leszakad, szegénység, pusztulás, gyilkolás, hogy ettől azért a kontinens nagyon messze elmozdult az elmúlt évtizedekben, még akkor se a Covid-járvány és most az ukrajnai háborúnak a hatásai sok szempontból rontottak a kontinensnek a helyzetén. Ugye én a Száhel térségről fogok most beszélni, és ugye tünetekről, ugye nagyon fontos, hölgyeim és uraim, mi a Migrációkutató Intézetben a migrációt meglehetősen tágan szoktuk értelmezni, meg a migrációval kapcsolatban levő dolgokat is, azért, mert a migrációt alapvetően tünetnek és adaptációs stratégiának tekintjük, és ugye, hogyha nem tudjuk, hogy mik váltják ki ezeket a tüneteket, akkor nagyon nehéz megbirkózni a jelenséggel. Nyilván ugye a tüneteket kell kezelnünk, ugye ezt ha járnak lenne a déli határon, ugye a kerítés, ez mindenféleképpen egy kulcseszköz ebben, de hogyha és ugye amikor már elérkeztek ide az emberek, akkor hiába kezdjük el ugye a kiváltó okokat, ugye a rútkózókat csúnya szóval kezelni, de ugye stratégiai vízióban, stratégiai távlatban ugye egészen biztos, hogy valahol ott például Afrika környékén kell kezdenünk valamit a helyzettel, hogy ez a migrációs nyomás, ami most Európán van, ez mérséklődjön. Ugye a tünetek kapcsán ugye két dolgot emelnék ki. Ugye az egyik egyébként nem is a migrációval kezdeném, hanem a dzsihadista csoportokkal, mert ennek az estének azért többé-kevésbé ők lesznek a főszereplői a Száhel kapcsán. Ugye itt látunk egy 2011-es térképet arról, hogy hol vannak aktív dzsihadista csoportok, és hol vannak támadások Afrikában. Ugye ez nagyjából 2011-ben ugye 5-6 országot érintett, és éves szinten 300 támadást jelentett. Na most ugye 10 évvel később a támadások száma az elérte a 2500-at évente, és 18 ország sodródott bele, és ez 2020-as adata, ez három másik országgal bővült ez a kép. És ugye ebben látjuk azt, hogy a Száhel, amiről most beszélünk, ugye két nagy dzsihadista gócponttal is ki van egészülve. Ugye erről fogok én ma többet beszélni, hogy a Liptako-Gurma régióról, Mali, Burkina Faso, Niger 3-as határján, de itt van ugye a Csád-tónak a medencéje, ahol ugye a talán ismertebb ugye Boko Haram nevű terrorszervezet tevékenykedik. Ugye ez egy nagyon fontos tünet, ami mögött ugye megint látni fogjuk majd, hogy milyen mély strukturális okok vannak, és hát a másik ugye az illegális tömeges migráció, aminek ugye megint csak egy nagyon fontos átjáró háza itt ez a vizsgált Száhel térség, és hát nem nagyon látjuk az alagút végét ebben a folyamatban. Ugye amit még itt szerintem érdemes hozzátenni, ugye, hogy mi általában az illegális migrációra szoktunk felfigyelni, de ugyanezeken az útvonalakon áramlik Európa fele az illegális fegyverkereskedelem, az illegális drogkereskedelem, és ugye esetenként ugye a terroristák is ugyanezeket az útvonalakat használják, tehát hogy itt minden összefügg mindennel. Ezért is fontos, hogy valahogy az alapjaiból
tudjunk hát választ adni ezekre a kihívásokra. Most mik az alapvetések, bevezető gondolatok, amik szerintem fontos, hogy végigkísérjék ezt az előadást? Ugye az egyik, hölgyem is öröm, hogy alapvetően a Száhellel évszázadokon keresztül nem nagyon foglalkozott Európa. A világ más részeivel sem feltétlenül, de ugye tekintettel az észak-afrikai államokra igazából ezek leszigetelték a Száhelt Európa fele. Egészen az arab tavaszig 2011-ig a Száhelnek a kihívásai közvetlenül nem érték el Európát. Ugye a 2011-es arab tavasznak köszönhetően ugye Líbia összeomlásával, és ugye többé-kevésbé a marokkói és tunéziai csatornáknak a kinyílásával jutunk el odáig, hogy ezek a problémák hirtelen ugye Európa számára is problémák lesznek. Ugye a másik különös dolog, hogy Észak-Afrika, ha járnak egyébként Egyiptomba, Tunéziába, és van alkalmuk beszélgetni a helyekkel, ugye az ő mentális térképükön is a Száhel az már a szubszaharai Afrikának a része. Ugye ez megint egy ilyen érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen mit is tekintünk Afrikának. Ugye alapvetően ugye ezt az úgynevezett MENA régiót, Észak-Afrikát és a Közel-Keletet szoktuk ugye egy egységként kezelni, mint ugye az iszlám világnak a tágan értelmezett bölcsőjét, az arab kultúrának ugye az összekötő erejét, ami Marokkótól eltart egészen az iráni határig. Hölgyeim és uraim, ez ma már nem több fikciónál. Ezt nagyon fontos megértenünk, még akkor is, hogyha hát szervezetekbe is bemegyünk a külgazdasági külügyminisztériumba, akkor azt látjuk, hogy még van Afrika főosztály, meg Észak-Afrika és Közel-Kelet főosztály, de hogyha megnézzük a valós folyamatokat az elmúlt 10 évből, akkor bizony azt látjuk, hogy Marokkó számára például ugye az Atlanti-óceán partjához közel, számukra nem az iráni atomprogram, vagy éppen a szaudi belpolitikai helyzet az, ami meghatározza a mindennapokat, hanem például az, és ugye mindig szoktuk, hogy itt Európában nagyon sajnálni magunkat az illegális migráció kapcsán, de most ugye az első, bocsánat, hogy így mondom, hullámtörők ebben a folyamatban, ugye azok az észak-afrikai országok, ahova ugye a szubszarából megérkeznek ugye az illegális bevándorlók, és sokkal nagyobb arányban egyébként, mint amivel mi szembesülünk aztán a földközi tenger túloldalán. Tehát ugye ez a felosztás egyre kevésbé köthető, és Észak-Afrika egyre inkább összekapcsolódik a Száhellel. Ugye paradox módon gyakran ezt az összekapcsolódást nem mondjuk multinacionális nagyvállalatok és diplomáciai testületek végzik, hanem szervezetbűnözők, terroristák, vagy olyan személyek, akik egyik nap ugye terroristák, a másik nap pedig szervezett bűnözők, mert hogy szép dolog a terrorizmus, de ugye valamiből élni is kell. Ugye nyilván fölmerülnek itt kérdések, például, hogy mondjuk Egyiptomot vagy Szudánt hova soroljuk, de ezek azt inkább teoretikus kérdések, ugye ezt nagyjából ugarhatjuk is. Ugye a Száhel térség, a határt azt húzogathatjuk, hölgyeim is, hogy hol is van. Ugye nagyjából azt mondhatjuk, hogy a Száhel ugye a terméketlen Szahara és a termékeny trópusi övezetek közti átmeneti határt képezi, aminek az északi övében gyakorlatilag csak a nomád állattartás tartható fenn, és az is ugye folyamatos cirkuláris vándorlás kapcsán, míg a déli övezetben már megjelenik a mezőgazdaság. Ugye az 5 millió négyzetkilométer, kedves hallgatóság, ugye, ez több mint 50 magyarországi területről beszélünk, ugye jelenleg olyan 70 millió lakossal. Ugye itt meg ilyen kulturális különbségeket látunk, egyértelműen a gyarmatosításhoz kapcsolva, tehát a térségnek a nyugati fele, ugye Mauritániától kezdve Csádig, ugye a frankofón Afrikának volt a része, ugye franciák gyarmatosították őket, ennek mindmáig tartó hatásai vannak, ugye például a közös nyelv kapcsán, még ugye Szudánt a britek tartották fennhatóságuk alatt, illetve hogy a Szudánnak megvan az a sajátosság, hogy a Nílus kapcsán ugye végig valamiféle kapcsolatban volt ugye Egyiptonnal, már az ókortól kezdve ugye folyamatosan látjuk, hogy az egyiptomi birodalmak próbálnak valameddig eljutni Szudán, a mai Szudán területén, hol tovább, hol kevésbé. Az államiság és ennek a hagyománya nem idegen a szudáni politikai vezetéstől, kultúrától, társadalomtól, miközben azt látjuk, hogy a Száhel nyugati részén, bár történetileg egyébként nagyon komoly birodalmak léteztek, a francia gyarmatosítás időszakára ez a kulturális tudatból kikopott. Ez majd ott lesz fontos, amikor fölmerül az a kérdés, hogy miért van az, hogy a Száhel országok nem képesek megküzdeni a felmerülő kihívásokkal, miközben ugye akár a határ túloldalán lévő entitásoknak ez sokkal jobban sikerül.
Ugye a trendek kapcsán nagyon fontos szerintem ezeknek a nagy folyamatoknak a megértése és nyomon követése. Ugye a biztonságpolitika mellett én történettudományt végeztem, ebből is van a doktorim egyébként, és nekem nagy kedvencem ugye Fernand Braudel francia történész, aki ugye bevezette ugye a long durée, ugye a hosszú időtartamnak a fogalmát a történettudományba, és ugye azt nézte, hogy a földrajz, demográfia, ugye a lassan változó folyamatok hogyan formálják a történelem menetét. Ezt szerintem érdemes akkor is elővennünk, amikor ilyen, ugye megint csak a Braudel szavaival, ugye a kavargó felszín nézzük, ugye a terrortámadásokat, vagy az épp a migrációt, hogy mik azok a nagy trendek, amik befolyásolják. Most, hölgyeim és uraim, ugye a Afrika kapcsán ugye a túlnépesedés, ugye ez egy ilyen sláger téma, de ezzel nagyon óvatosan kell bánnunk, mert a demográfia átmenet az a kontinensen is már viszonylag előre haladott állapotban van bizonyos részeken, sőt van, ahol nagyjából igazából lezárult. Tehát az észak-afrikai államok zömében, Egyiptomot kivéve, ha megnézzük a demográfiai mutatókat, azok már nagyon közel vannak ahhoz, amit itt Európában látunk, még nem egy-két, inkább kettő-három gyerek, de jelentős várható élettartam, nincsen már 4-5-6 gyerek a családba, és látszik az, hogy folyamatosan csökken egyébként az aktívkorú lakosságnak az aránya, nagyjából 30-40 év múlva ők is ugyanott fognak tartani, mint ahol mi tartunk. Ugyanez látszik egyébként a dél-afrikai régió kapcsán, Botswana, a dél-afrikai köztársaság, Lesotho, Swaziföld, Namibia, ott is a vége felé tart ez a folyamat. Na most viszont van egy térség a kontinensen, ahol épp hogy elkezdődött ez a demográfiai átmenet, ez pedig a Száhel. Ugye a földünkön megnézzük az ENSZ-nek a nagy statisztikáit, még akkor is, ha nem mi hamisítottuk őket, ugye az látszik, hogy Niger, Mali lakossága, a termékenységi ráták a legmagasabbak a világon. Hogyha ugrunk a következő diára, ugye Nigerben ugye 7,63 élveszületés jut most minden egyes hölgyre, de hát ugye Maliban is ugye pedig egy fővel kisebb az arány, de ott is 6,35. Ugye ez miért nagyon fontos? Azért, mert irtózatos tempóban nő a lakosságszám. Ugye látjuk azt, ugye oda tettem, hogy most mennyien vannak, mi a várható lélekszám 2030-ban, illetve 2050-ben. Ugye 2050 az az időpont, amit nagy valószínűséggel még belátunk. Az látszik, hogy ebben az időtartamban az említett 5 frankofón államnak a lakossága az majdnem a háromszorosára fog nőni. Tehát a jelenlegi nagyjából 73 millió főről 2050-re ugye 203 millió lakosa lesz ennek a térségnek. Úgy, hölgyeim és uraim, ma is világosan látszik, hogy a jelenlegi termelési struktúrákkal, a jelenlegi gazdasági helyzetben a térség nem tud ennyi lakost eltartani. Ugye oda tettem egy számot a végére, ugye Niger adatát. Bocsánat, mindig szoktam ezzel hát ilyen rossz májú afrikanistaként ugye szurkálni a közönséget, hogy vaktérképen vajon hányan tudnák bejelölni ugye Nizsert. Most Nizser a világ 10 legnépesebb országa között lesz ennek az évszázadnak a végére. Ugye több mint 200 millió lakossal, és ugye a demográfiai folyamatok nagyon lassan változnak, hölgyeim és uraim, majd a koronavírus kapcsán fogom említeni, hogy néha visszafele is haladunk sajnos ebben az időben. Nagyon nagy kérdés, hogy mit fog tudni kezdeni a térség ezzel a lakossággal. Ugye egyik oldalról nyilván ez egy potenciál, ott van egy fiatal munkaerő, ott van köztük számtalan Mozart és Steve Jobs, de a nagy kérdés az, hogy ők mennyire fogják tudni a saját tehetségüket kamatoztatni, mennyire lesz oktatási rendszer, ami el tudja őket látni, mennyire lesznek munkalehetőségek, miután elvégezték az iskolát, hogy kamatoztathassák a tudásukat, és hogy egy nagy vállalat fogja felszívni őket, ahol számítógépeket fognak készíteni, vagy a dzsihadista csoportok fognak nekik megélhetést biztosítani különféle terrortámadások formájában. Ugye ez a kérdés sajnos nem dölt el még a Száhel országai kapcsán, és hát ugye adaptációs stratégiaként, ugye még egyszer említem, ugye a migráció folyamatosan ott van. Ugye csak egy számot hagy említsek, ugye a szívemhez közeli Maliról. Ugye Malinál most ugye 16,2 millió lakos látunk, ez 2019-es adat egyébként, akkor jött ki az ENSZ-nek a nagy statisztikája. Ugye ma a mali kormány is hivatalosan azt mondja, hogy legalább 18 millió ember van az országban. Ilyen ütemben nő a lakosságszám. És megint csak, hölgyeim, ugye abba gondoljunk bele, hogy ez azt jelenti, hogy ennyivel több iskolát,
ennyivel több rendelőt kellene a lakosság rendelkezésére bocsátani. Acélosabb állami struktúrák, Németország, Magyarország vagy az Egyesült Államok sem lenne képes ilyen szociális ellátórendszert fönntartani ilyen tempóban. Úgy, hölgyeim és uraim, hogy a koronavírus járvány, amit megtapasztaltunk Európában, Mali ugyanúgy megtapasztalta, az energiaárrobbanás, amit és a minden együtt jár, mindezt, vagyis az infláció, amit ez gerjeszt, Mali ugyanúgy megtapasztalja, tehát ugye ilyen körülmények közt kellene tudni, hogy a mali kormánynak mozognia. A törékeny államiság problémája, ugye, hogy most nincsenek olyan kihívások alapvetően ebben a térségben, amit a világ más pontjain ne látnánk. Ugye még a terrorizmus kapcsán is, ugye figyelték a híreket, ugye a tavalyi évben ugye Magyarország is felkerült a Europol éves jelentésére, ugye amikor a kecskeméti fiatalember ugye az egyik labdarúgó mérkőzésen szeretett volna terrortámadást végrehajtani, de nem tudta végrehajtani, mert ugye a magyar szolgálatok és ugye a terror elhárító központ még idejében működött. Na most ugye a Száhel országai kapcsán, és itt a törékeny államok indexét látjuk, ahol a szerencsés játékosok ugye kék, illetve aztán zöld színnel szerepelnek, a kevésbé szerencsések narancssárgával, aztán vörössel. Ugye egész egyszerűen, és itt megint az államiság hiányára utalnék vissza, hogy itt törékeny államokról beszélünk. Ugye a Mali kapcsán azt látjuk, hogy az állami ellenőrzés a fővárosra, a déli területekre terjed ki, amelyiként nem kicsi eredmény egy 1,3 millió négyzetkilométernyi ország kapcsán. Azt jelenti, hogy a Mali kormány ebből nagyjából 6-700 ezer négyzetkilométernyi területet ellenőriz. Viszont az ország északi részei, amit távol vannak a központoktól, ott a Mali állam gyakorlatilag nem létezik. Ugye nem véletlen egyébként, hogy ezen a területen a szervezett bűnözői csoportok, általában az etnikai csoportokhoz kötődő szervezett bűnözői csoportok, és paradox módon szintén az etnikai csoportokhoz köthető dzsihadisták veszik át az irányítást, akik ugye különféle patrónusként jelennek meg a helyi közösségek mögött, előtt, munkalehetőséget kínálnak nekik, és kvázi egy árnyék kormányzatot működtetnek, és jól működő árnyék kormányzatokat működtetnek, és jól működő gazdaságot működtetnek. Ugye megint csak egy adat, hölgyeim és uraim, hogy az említett Malinak, illetve Burkina Faszónak, Nizsernek, ugye ennek hármas országnak, ahol a három ország találkozásánál jelenleg a legnagyobb probléma van, ugye ennek a három országnak a hivatalos GDP-je, ha hiszünk neki, ez nagyjából most 40 milliárd dollár környékén van. A különféle becslések szerint az itteni illegális tevékenység, embercsempészet, fegyvercsempészet, drogcsempészet, az 5-6 milliárd dolláros profitot termel. Tehát az azt jelenti, hogy a teljes térség GDP-nek a 10-15%-a, amiről tudunk, az illegális tevékenységből származik. És ugye itt megint visszakanyarodunk ahhoz a problémához, hölgyeim és uraim, ugye, hogy amíg nem tudunk ez alternatívát nyújtani, amíg a helyi államok nem tudnak alternatívát felkínálni a fiataloknak, addig ugye óriási csodákat nem várhatunk, mert az emberek itt is szeretnének élni valamiből, és ugye ekkora volumen az azt jelenti, hogy nem százezrek, hanem milliók élnek ebből a tevékenységből, szegről végről meg. A klímaváltozás. Nem mehetünk el emellett sem, hölgyeim és uraim. Ugye a klímaváltozásról tudunk, hallottunk, esetenként ugye kis hazánkban is megtapasztaljuk, hogy mezőgazdasággal foglalkozik ezen a nyáron, ezzel elég markánsan szembesülhetett. Most ugye a Száhel, tehát ugye nem lenne elég probléma, a klímaváltozásból is emelt házi feladatot kapod, ugyanis a globális átlagnál sokkal nagyobb mértékben emelkedik az átlaghőmérséklet. Ugye most azt mondják, hogy az ipari forradalom kezdet óta nagyjából 1,1 Celsius fokkal nőtt a globális átlag. Ugye a Száhelben 1,5 és 1,7 Celsius fok között van ez a hőmérséklet emelkedés. Ami nagyon leegyszerűsítve mit jelent, hölgyeim és uraim, az, hogy a Szahara nagyon gyorsan sivatagosodik el. Ugye ez egyébként hozzájárul, ugye az a 70 millió ember, aki a nyájait ott legelteti, és azt jelenti, hogy a Szahara jön délfele, és ugye tolja lefele a nomád lakosságot, és ugye ők hol fognak ugye az állataiknak, meg ugye saját maguknak élelmet találni, nyilván a délen élő földműves közösségeknél.
Na most ugye a nomád földműves konfliktus, megint hölgyeim és uraim, ugye egyidős az emberiség történetével, amióta nomádok és földművesek vannak. Ugye a bibliai Káin és Ábel történetre gondolunk, ugye kódolva ott is ugyanezzel találkozunk. Hogy gondoljunk ugye az egyiptomi birodalmakra, a Mezopotámiára, akkor mindig az történt, hogy sikerült már valami államot nagy nehezen összehozni, és akkor jött egy nomád nép, ami ezt letarolta. De ugye megint nagyon nem mindegy, és itt a túlnépesedésre utalnék vissza, hogy ezen a térségen, ezen az 5 millió négyzetkilométeren mondjuk 3 millió ember osztozik, ugye 150 évvel ezelőtt nagyjából ennyien éltek, és a hozzájuk csatlakozó nyájak, vagy 70 millió ember, vagy majd 200 millió ember. Mert ugye nagyon más stratégiákat kell követni. Ugye 150-200 évvel ezelőtt egyébként ugyanígy voltak klímaciklusok. Ugye nagyjából azt látjuk a különféle régészeti kutatásokból, hogy ugye itt nem nyár, tavasz, ősztél, nem ebben a sorrendben van, hanem ugye esős évszak és száraz évszak. Ugye az, hogy egy esős évszak kimaradt, ez máskor is nagyjából 4-5 évente megtörtént egyébként. Az, hogy 2-3 esős évszak, ez is olyan 20-25 évente. De ez azt jelentette, hogy a legrosszabb esetben a közösségek 100-200, akár 500 kilométert is elvándoroltak. Ugye van egy bambara mondás, ugye bambarák laknak Mali déli részén, ugye a magyarra durván lefordítva azt jelenti, hogy a bozót az sosem fogy el. Hogyha túl sokan vagyunk, túl sok a feszültség, fogjuk a pereputtyot, mint ugye Ábrahám a Bibliában, és akkor elindulunk. De most a bozót elfogyott, hölgyeim és uraim, ez a szomorú helyzet, és nem nagyon van másfele menni, csak lefele. Azok az adaptációs stratégiák, amik régen működtek, most már nem tartatóak fenn, és ugye ráadásul a klímaváltozás miatt ugye most már nem az történik, hogy akkor mondjuk 20 évente van egy nagy aszály, hanem mondjuk 5 évente. És ezt viszont a közösségek már nem tudják elviselni. Erre nincsenek meg az adaptációs stratégiák, egész egyszerűen a nyájak nem regenerálódnak ennyi idő alatt, a pusztítás után. És ugye míg mondjuk 200 évvel ezelőtt ugye mondjuk lándzsákkal, botokkal és nyilakkal vívták ezt a konfliktust, ami legalább annyit jelentett, hogy jó, hát a harcosok azok csináltak, amit csináltak, de legalább ugye a közösség azt nézte, hogy ki maradt talpon, és akkor időben elkezdtek futni, amikor látszott, hogy hát mi veszítünk. Ugye ma már Toyota pick-upokkal és kalasnyikovokkal vívják ezt a konfliktust, ami elől nehéz elfutni, és amiket ugye egy 5 éves kisgyerek is kiválóan el tud kezelni, ugye mindenféle társadalmi gátlás nélkül. Ugye ezért is olyan pusztítóak tudnak lenni ezek a konfliktusok. És itt még valamit szeretnék ez hozzátenni, ezt mindig el szoktam mondani az Afrika előadások kapcsán. Ugye itt látjuk a műhold felvételeket, ugye a Szahara, délen ugye a terméken trópusi övezet, és ugye valahol errefele van a Száhel térség. Szóval kérdezem meg egyébként, hogy ez a kis szívcsakra, ez a zöld szívcsakra, ezt tudják esetleg micsoda? Az a Csátó, hölgyeim és uraim, senkit ne tévesszem meg, ugye a vízfelület 97%-a elveszett már. Ugye megint, hölgyeim is, hogy ez picit messzebb van attól a térségről, amiről én beszélek, 30 millió ember megélhetése függött a Csátótól halász közösségekként. Ugye megint az, hogy a Boko Haram nevű terrorszervezet, vagy felkelő szervezet itt Nigériában ekkora karrier tud befutni, az azért van, mert a Csátó környékén lakó halász közösségek megélhetése elveszett. Mindig nagyon nehéz az életmódváltás, hölgyeim és uraim. Ugye teoretikusan milyen egyszerű azt mondani, hogy oké, halásztatok, holnaptól kezdve kezdjetek el mondjuk földet művelni, ez teoretikusan nagyon könnyű, de bocsássák meg a példáért, de én Magyarországon is látom, hogy mennyire ez a módváltás. Én is vidékről származom egyébként, és édesapám, ő is művel földet, meg én is művelek egy kicsi földet, és akkor mindig próbálom neki mondani, hogy lehet, hogy azok a módszerek, amik 30-40 éve tök jól működtek, vagy még 20 éve is működtek, a jelenlegi klimatikus viszonyok között már nem hozzák azt a termés átlagot, amit lehetett remélni, de édesapám teljesen meggyőzhetetlen ebben a történetben. Nézzünk magunkba, hogy mennyire nehéz ezeken a régi beidegződéseken változtatni, amelyek évszázadokon keresztül egyébként lehet, hogy jónak tűntek, de a most hihetetlen tempóba változó viszonyok között lehet, hogy 5 év alatt sajnos elvesztik a relevanciájukat. Na ugye ez a klímatérkép, és az etnikai térkép, hölgyeim és uraim. Ugye a probléma az, hogy a Száhelövezetben nem csak életmódok ütköznek, nomád és a földműves, hanem etnikai csoportok is. Ugye északon laknak az afroázsiai, illetve ugye sárgával látjuk a nílusszarrai népek, és tőlük lefele ugye a bantu népcsoportok.
a legtöbb konfliktusnál világosan látszik, hogy melyik etnikai csoport hova húz. És ezt ráadásul nagyon sok történelmi kihívás tetézi, hölgyeim és uraim. Ugye Mali kapcsán, amiről beszélünk, ugye északon a tuaregek, ugye afroázsiai berber népcsoportok, akik 150 évvel ezelőtt még abból éltek, hogy a már korábban említett bambara fekete lakosságot elhurcolták rabszolgának Líbiába. Vagy Algériába, vagy Tunéziába. Most ugye képzeljük el, ugye 150 évvel később, amikor ez a bambara elit, akitnek még a nagyszüleit a tuaregek rabszolgaként vadázták, hogy ő veszi át a kormányrudat Bamakóban, mert hogy egyébként ők vannak többségben. Most érezzük azt, hogy ebből az együttélésből nem fognak automatikusan gyümölcsök származni, és hogy elég komoly feszültségek vannak, amiket kezelni kell a közösségek között. És ugye egy utolsó szempont, nem teljesen, de majdnem itt húzódik ugye a vallási törésvonal is. Ugye két nagy könyves vallás az iszlám és a kereszténység között, ugye ami még rá tud rakni egy lapáttal erre a konfliktusra. Ezt egyébként inkább Nigériában látjuk, ugye a Maliban, Burkina Faso-ban, Nigerben a lakosság döntő többsége egyébként muszlim, tehát ott nem látjuk ezt. Ott paradox módon, amiről megint Európában sokkal kevesebbet beszélünk, ott az iszlámon belüli belháborút látjuk. Kicsit hasonlóan, mint ami itt a Európában a 30 éves háborúban zajlott. Amikor ugye a különféle radikális iszlamista irányzatok, szalafik, kisebb mértékben a muszlim testvériség szisztematikusan üldözik és próbálják levadászni például a szúfi mérsékelt imámokat. Maliban egyébként ugye ez történik, amikor 2012-ben a radikálisok átveszik az irányítást, és hát a dzsihadisták elfoglalják Timbuktut, hogy ott a szúfi iszlámnak, ami ugye egy mérsékelt, misztikus irányzat, hogy nagyon sok szent sírja, szent helye van, az első cselekménye a terroristáknak, hogy ezeket rombolják le. Hogy a szúfi iszlám hagyományát eltüntessék, és ezt töltsék föl ugye a szaúdi félsziget felől érkező kevésbé barátságos tanúkkal. Jó, de hogy ugye szumma szummára, amit látunk, hogy itt ugye egy életmód törésvonal, egy etnikai törésvonal, és sok esetben egy vallási törésvonal tevődik össze, és ugye ez teszi ennyire pusztítóvá az itteni konfliktusokat. Ez megint nem automatikus, hölgyeim és uraim. Ugye még egyszer mondom, az övezetben vannak olyan országok, amelyek képesek ezen úrrá lenni, mondjuk Szenegál, de sajnos Mali nem tartozik ezek közé. Miért most kezdünk erről beszélni? Miért itt november 15-én 2022-ben? Ugye egyrészt nem most, tehát hogy a szakértők, illetve azok, akik picit túlláttak a napi folyamatokon, ugye a kavargó felszínen, már látják azt, hogy a Száhellen nagy problémák vannak. Ugye a terrorizmus és ugye a szélsőséges eszmék már a 2000-es évek elején terjednek a régióban. Ugye erre különféle amerikai és európai válaszok születnek, de ugye megint ugye az elképzelések megvannak, ugye az implementáció az nem történik meg. Tehát ez nagyon sok pénzbe kerülne, nagyon sok energiába kerülne, és nagyon nehéz lenne egyébként ugye a választóknak elmagyarázni, hogy mit is keres az EU ekkora térségben. Ugye ráadásul ugye az EU ugyan kijön egy Száhel stratégiával 2011-ben, de ugye ez az arab tavasz éve, amikor ez a geopolitikai fölnyúlás mindent elsöpör. Tehát ezek zömében írott malasztok maradnak. Ami viszont azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy az itt levő szervezetek, problémák, azok folyamatosan mélyülnek. Ugye megint csak az a probléma, hogy mindig azt látjuk egyébként mind a terrorszervezetek kapcsán, mind a szervezett bűnözői csoportok kapcsán, hogy kettő vagy legalább három lépéssel előttünk járnak. Tehát, hogy ha végre sikerül látnunk egy problémát, behatárolni, és válaszokat adni rá, ugye ezek a szervezetek gyakorlatilag hetek alatt reagálnak ezekre a kihívásokra. Ha lezárunk egy útvonalat, új útvonalat találnak, ha sikerül az egyik drogot kivenni az ellátási láncból, akkor egészen biztosan fognak találni másikat. Ha az egyik etnikai csoporttal sikerül kiegyezni, akkor biztos, hogy a terroristák megtalálnak egy másik közösséget, és őket fogják megbízni. Ugye nyilván, mert ugye nekik a túlélésük függ ettől, és ugye megint csak hölgyem is, ugye itt ezt nomád közösségek művelik, ami hát nekünk itt ugye Európa szívében, bár ugye nekünk is elég erős nomád hátterünk van, de azért ez alapvetően kikopott a kulturális tudatunkból, de ugye olyan közösségekkel, mint a tuaregek, vagy mint a fulánik, akik alapvetően nomád közösségek,
ami azt jelenti, hogy minden férfi harcos, ahol az erőszakhoz való viszony teljesen más, mint a mi kultúránkban, ahol a becsület, az meg a házasság kötés lehetőség is gyakran, ugye ahhoz, hogy valaki férfinak számítson, az legalább egy vadállatot, de inkább egy embert azért élik megölni. Tehát azért nagyon nehéz ezeket a struktúrákat, ugye, hát egy ilyen modern nemzetközi rendszernek a keretei közé betenni. És még egyszer mondom, kedves hallgatóság, hogy itt óriási pénzekről is szó van. Csak egy mondat, ugye, hogy érzékeltessük. Tehát ugye a drog az nem itt terem, ugye a Száhelben viszonylag kevés drog tud megteremni. És hogy az, hogy mennyire adaptívak ezek a hálózatok. Ugye itt alapvetően az Al-Qaida globális terrorcsoport az, aki megszervezte a drogkereskedelmet, és ugye ők azt a rendszert építették ki, hogy felvették a kapcsolatot a latin-amerikai drogbárókkal, akik hagyományosan az Atlanti-óceánon keresztül juttatták el az Európába szánt kábítószert, de ugye ez egyre macerásabb lett. És ugye rájöttek arra, hogy sokkal egyszerűbb ugye a nyugat-afrikai partokra eljuttatni a kábítószert, elsősorban Bissau-Guineába, ott fölpakolni ezt a karavánokra, átjuttatni a Szaharán, és aztán észak-afrikai kikötőkből eljuttatni ugye Európa puhat altestébe, ugye Churchillt idézve, Spanyolországtól kezdve Görögországig, és ugye ez megint csak ugye több milliárdos üzlet, és hát nem nagyon látszik, hogy hogyan sikerülne ezt elvágni. Egyébként nem csak délről északra halad a kábítószer, északról délre is, ugye Marokkó egyébként az egy óriási hasis termelő ország, viszont ugye hát az európai piacokon a kokain jobban fogy, mint a hasis, ezért a hasist Afrika fele értékesítik, mert ugye a helyi lakosságból, aki tudja a hasist, meg tudja fizetni ugye a kokaint, azt nem. És igen, bocsánat, és ugye az innováció ugye ebben, mert hát ugye nagyon drága a kábítószer, hogy az Al-Qaida rájött arra, hogy hát nem dollárral kell fizetni, mert akkor ugye bizonytalan, hogy hova fog megjutni az áru, hanem ugye megint mindennel összefügg, ugye arab tavasz, ugye 2011-ben Líbia összeomlik, ugye a Líbia 6 millió lakosára, az ENSZ becslések szerint, ugye Kadzafi bácsi mindig készült a nagy világháborúra, vagy legalábbis valamiféle regionális konfliktusra, és ennek a kimenetelét nem akarta véletlenül bízni, úgyhogy a 6 millió lakosra nagyjából 22 millió kézi fegyvert halmozott fel, ugye még csecsemőnként is majdnem 4 darab jut fejenként, ráadásul nagyon sok nehéz technikát, tehát a földlevegő rakétáktól kezdve a Grad rakétasorozatvetőkig. És az Al-Qaida rájött arra, hogy hát igazából erre a latin-amerikai drogkárteleknek is szükségük van, különböző Kalasnyikov család sokkal megbízhatóbb, mint az M4-es, meg az M16-os, és ugye ezzel fizettek egyébként részben, tehát így kapcsolódtak össze ezek a történetek és az arab tavasz. Ugye, ami még fontos szempont, a Brexit, megint csak hölgyeim is öröm, hogy szoktunk arról beszélni, most a britek jól döntöttek-e vagy nem, az elmúlt időszak eseménye inkább a felé mutatnak, talán mégsem, de ugye nagyon fontos, ugye, hogy megint egy kicsit kívülről tudjuk nézni magunkat, Európát, ugye a tágértelmezett Európát, a világ azonnal beáraszt a Brexitet. És a brit pozíciók radikálisan hanyatlottak a globális térben. Ezt higgyék el nekem így a Afrika különféle meg fővárosit és közel-keleti fővárosokat látva. Ami ebből minket érint, az az volt, hogy az Európai Unió nagy hát afrikai projektjeit a béke és biztonság területén értsék műveleti szerepvállalás. A Brexit előtt olyan térségekre fókuszáltak, ahol brit érdekek voltak, elsősorban Afrika, Szarva, Szomália. Na most, amikor a britek kiszálltak, akkor a francia, a német tenge azt mondta, hogy akkor köszönjük szépen, mert ugye addig a britek mindig zsarolták őket, hogy akkor nem adnak pénzt, kilépnek, stb. De hát ugye kiléptek, tehát nem volt már mivel zsarolni, és akkor a francia, a német tenge azt mondta, hogy akkor talán kezdjünk el azokkal a problémákkal foglalkozni, amik sokkal közelebb vannak hozzánk, és ez a Száhelövezet. Tehát ez is magyarázza, hogy miért irányul nagyobb figyelem a térségre. És akkor a nagy totál után egy picit Maliról is beszéljünk. Ugye Mali 2012-ig ugye hiú ábrándként ilyen, mint a demokráciaként volt számon tartva, egészen odáig, megint Líbia, megint arab tavasz, megint Kadhafi, ugye amíg a Tuareg zsoldosok, akik Kadhafi szolgálatában harcoltak egyébként az arab tavasz alatt, megélhetési bűnözőkként, haza nem tértek Maliba, és ők már korábban is kirobbantottak több felkelést,
Most viszont ugye nem csak kézi fegyvereket, hanem nehéz fegyverzetet, tarackokat, az említett rakétasorozatvetőket, sőt még páncélzott járműveket is hoztak magukkal Líbiából, hiszen ők ugye ott harcoltak, nem az ő problémájuk volt, vagy nem ők tehettek róla, hogy a vezér végül ugye elesett ugye mindmáig tisztázatlan körülmények között. Na most ez azt jelentette, hogy Maliban erősebb fegyverzet áramlott be, mint amivel a mali hadsereg rendelkezett, tehát egy jól működő tuareg felkelést sikerült kirobbantani. Igen, nem csak kivel szövetkeztek ezek a tuaregek, ugye azzal az Al-Qaidával, aki kvázi alvállalkozóként működtette ezt a transzaharai kereskedelmet, mert ugye az Al-Qaidások remek stratégiák voltak, viszont ugye van egy tuareg közmondás, ugye, ami miatt ugye tisztességes szaudi vahabita biztos átvágná a tuaregek torkát, ugye, hogy még Allah sem merészkedne be a Szaharába ugye egy tuareg vezetése nélkül. Éppen ezért a transzhajri kereskedelmet, tehát akik konkrétan átvitték az árut a Szaharán, ezek a tuaregek voltak, innen ismerték egymást a felek, és a dzsihadisták megkérdezték, hogy akkor ők csatlakozhattak ehhez a felkeléshez, a tuaregek mondták, hogy persze, ugye, gyertek nyugodtan. Igen, ám, de hogy akkor egyszer csak azt vették észre, hogy a dzsihadisták egyre többször mondják meg, hogy mit kell csinálni. Egyre több külföldi érkezik meg, ugye ez a dzsihadista hadszínterek egyik jellemzője, hogy hát ez így vonza a külföldi harcosokat. Ráadásul ugye Mali egy ismeretlen terepnek számított, nem volt külföldi katonai jelenlét, nem úgy, mint Afganisztánban, ahol azért az amerikaiak elég sok terroristával végeztek, és úgy gondolták, hogy Mali kiváló hát gyakorló terep lehet. És az történt, hogy a dzsihadisták átvették az irányítást, és a tuaregek kell is szembefordulva kiszorították őket. Ugye 13-ban ők már a fővárost veszélyeztették, ekkor döntött úgy Franciaország, hogy nem szeretne egy Afganisztánhoz hasonló terrorállamot így elég közel képletesen az európai határokhoz, és beavatkoztak a küzdelembe. Megállították a dzsihadistákat, de hogy ilyenkor lenni szokott, felszámolni nem tudták őket. Hiába történt meg az, hogy 15-ben többé-kevésbé a bamakói kormány, a franciák és az eredetileg föllázadó tuaregek békét kötöttek, addigra már a dzsihadista csoportok elég mélyen beépültek a helyi közösségekbe. Ugye a tuaregek sem egységes csoport, hölgyeim és uraim, ráadásul hát egyrészt nagy családok vannak, kláncsaládok, másrészt ugye hát most ezt fogják érteni párhuzamként, ugye az indiai varna rendszerhez, kaszt rendszerhez hasonlóan rétegződnek, és ugye az történt, hogy több hát alávetettebb tuareg klán azt mondta, hogy végre megérkeztek a dzsihadisták, akik segítenek nekik a bambarákkal szemben, és a felkelést eredetileg kirobbantó elit tuareg klánokkal szemben. És innentől kezdve ugye a felkelés folytatódott, sőt, ugye a dzsihadisták ugye kiváló szociológusokkal rendelkeznek, és ugye rájöttek arra, hogy itt van még egy népcsoport, akit be lehet vonni ebbe a felkelésbe, és ezek a fulánik voltak, akik hát így a berber-arab tuaregek és ugye a bantu fekete lakosság közti átmenetet képezték, és akik szintén ugye marginalizálva érezték magukat. Ráadásul ugye a fulániknak ugye megvan az előnyük, hogy itt ők is több ország területére vannak itt szétszórva, és így sikerült regionalizálni ezt a konfliktust, ami Maliból átterjedt Burkinába és Nizserbe. Ugye ez megint azért fontos, ugye, hölgyeim és uraim, hogy ne adj Isten, ugye, ami megtörtént, hogy Maliban túl nagy a katonai nyomás, és kivételesen a mali elitnek sikerül legalább 2 hónapig ugye egy irányba húzni a szekeret és támadni a dzsihadistákat, tehát túl, és a franciák is segítenek, akkor semmi más nem kell csinálni, átmegyünk Burkina Faszóba a határ túloldalára, és akkor ott kicsit pihengetünk, megsütünk pár kecskét, erőt gyűjtünk, aztán úgyis széthullik ez a koalíció Maliba, és akkor vissza lehet menni folytatni a támadásokat. És ezzel eltelt sok év, ugye 19 az az időszak, és most közeledünk azért a magyarokhoz is, amikor ugye a franciák elkezdtek azon gondolkodni, hogy nagyon sokba kerül ez a misszió, nagyon sok francia katona hal meg, ugye ráadásul ugye a dzsihadista propaganda az működött, sőt, ugye ekkor már kezd följönni a kínai és az orosz propaganda, ez szintén érdekes száll lesz a történetben. És ugye előjött ez a kolonialista vád, ugye, hogy már megint ezek a francia gyarmatosítók vannak itt, biztos amúgy nem is segíteni akarnak, hanem a különféle javainkat akarják elhordani. Nem merném azt állítani, hogy ilyen megfontolások nem álltak a francia törekvések hátterében. Azért sokkal kézenfekvőbb érdekeik is voltak. Például az, hogy a térségben 50 ezer francia állampolgár él, akiket rendszeresen raboltak el a dzsihadisták, és kértek nagyon komoly váltságdíjat értük.
De ugye, hölgyeim és uraim, majdnem 4500 francia katona állomásozott a térségbe, egész egyszerűen ez nem volt elég ahhoz, hogy felszámoljon ekkora felkelést, úgyhogy a mali kormányerők, ha jobb napjuk volt, akkor segítettek ebben, ha rossz napjuk volt, akkor nem. Tehát, hogy aki foglalkozik ugye, hát felkelőellenes műveletekkel, az pontosan tudja, hogy hát ennél jóval robusztusabb felkelés kellene. Párizs pedig nem tudott többet kifizetni egész egyszerűen. Ők nagyjából azt próbálták, hogy így tartják a gátat, voltak légicsapások, műveletek, de még egyszer mondom, tehát az a térség, ahol a dzsihadisták működnek, az most nagyjából 5 magyarországi terület. Tehát ezen képzeljenek el 4000 francia katonát, amint ott kergetőznek és bujócskáznak a dzsihadisták. Ugye, ha megtalálják őket, akkor egyszerű volt, mert akkor könnyen erőfölényben voltak, drónok, páncélzott járművek. A nagy kérdés volt az, hogy megtalálják-e olyan őket. Nem mindig volt pozitív a válasz. És ugye mi volt a francia válasz, hogy európaizáljuk ezt a műveletet, vegyük ki ezt a kolonialista élt belőle, és hívjuk meg olyan országokat, például Magyarország, meg egyébként a balti államok, akiket nem terhel ez a kolonialista örökség. Ugye ez a hármas határ, csak hogy lássák, ugye a Liptako-Gurma régió. Igen, ám csak ugye közben egyébként ugye a dzsihadisták is fejlődtek. Ugye a kezdeti szerencsénk az az volt, hogy a mali kormánynál csak a dzsihadisták voltak megosztottabbak. Tehát ugye pont azért, mert hogy etnikai közösségek mentén szerveződtek, ezek ugye legalább annyit harcoltak egymással, mint a bamakói kormánnyal. Most ez 17-ben kezdett el változni, amikor volt egy generációs váltás, és alapvetően letisztultak ezek a struktúrák. Ugye megalakult a Jamatan Nasal Islam Wal Muslimin, ami egy ilyen, ugye tudják most, ugye két nagy globális hálózat van, ugye az Al-Qaidáé és az Iszlám Állami, a GNIM az Al-Qaidához csatlakozott, ők ilyen konzervatívabb beállítottságú fiúk voltak, ugye mégiscsak azért Bin Laden tudta bedönteni az ikertornyokat, ugye mi az Bagdadihez képest a kis Iszlám Államával, és az új generációban meg többen azt mondták, hogy nem ők az Iszlám Államhoz csatlakoznak. Ugye ami megint csak szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezek a szervezetek továbbra is harcolnak egymással, viszont azért az, hogy ezek 6-7 nagy szervezetet így magukból olvasztottak, ezzel a műveleti potenciáljuk megnőtt, és hogy ráadásul megérkezett a koronavírus járvány Maliba, ami ugye kikezdte az állami struktúrákat, kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a terroristák fokozzák ugye a támadásukaikat. De és ugye kicsit már ugye bevezettük, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül a Magyar Honvédség ide hát végül is az asztalra, mert ugye a száhil ugye síkot jelent. Ugye nagyon fontos, hogy ugye a déli irány általában a honvédség Magyarország és Európa gondolkodásában azért így a 90-es évek ugye euróatlanti láza, EU-NATO csatlakozás lezárulta után megjelenik. Tehát az, hogy akár tetszik, akár nem egy globális faluban élünk, és az ottani problémák elérhetnek minket. Ugye ez megjelenik bizonyos békefenntartó műveletekben, Nyugat-Szaharában, Szomáliában, stb. De igazából majd ugye külpolitikai stratégiában, vagy nem így hívjuk, ugye a 2011-es nagy ugye, hát külügyi dokumentumban jelenik meg, ami már deklarálja a globális nyitást, az, hogy az EU-NATO csatlakozás után, ezt ugye megcsináltuk, Magyarországnak ismét tágítani kell a horizontot és szétnézni a világban. És ugye ennek lett egy nagyon fontos eleme aztán 15-ben a déli nyitás külpolitikája, ami kifejezetten az Afrikába való visszatérést húzta alá. Gazdaságilag egyébként, hölgyeim és uraim, mint ugye a világ egyik gazdaságilag legtöbb potenciált magába foglaló, még érintetlen kvázi térsége. És hát ennek van egy biztonsági lába is, amiben ugye a Magyar Honvédségnek is szerepet kellett játszania. Ugye ebben egyébként a Magyar Honvédség ugye picit meg is előzte ugye a magyar külügyet, mert 13-ban, tehát amikor az összeomlás bekövetkezik, az EU indít egy kiképző műveletet, ugye azért, hogy ezt a mali hadsereget, ami kevésbé van felszerelve, mint a tuaregek és a terroristák, valahogy harcképessé tegye. Ugye Magyarország az elsők között csatlakozik egyébként a misszióhoz, és nagyjából 10-20 katona a következő években mindig kint tartózkodik. Ugye ez nem egy végrehajtó misszió, ugye meg kell különböztetnünk ugye az ilyen kiképző műveleteket, meg azok, amik konkrét végrehajtó feladatokkal bírnak. Itt a magyar katonák nem voltak felhatalmazva az, hogy harcokba vegyenek részt, ők a mali katonákat képezték ki, de látszott az, hogy egy idő után ez kevés lesz ugye 19-20 tájékára. És hát ugye megint, ami el szokott hangzani, és hogy
ezt nem lehet elégszer elmondani. Ugye a magyar kormányzat gondolkodása ott volt, hogy a migráció kiváltó okait valahogy helyben kell kezelni, és ugye mit lehetne jobban tenni a helyben kezelés érdekében, mint hogy a katonai és biztonsági helyzetet valahogy javítsák a régióban. Ugye ezt nem mondtam el, hölgyem is olyan, de ugye 2020-ra 3,5 millió belső és külső menekült volt itt ebben a Mali, Burkina Faso, Niger régióban, és az a szám azóta csak nőtt ugye az élelmezési válság hatására. Most ugye vannak itt védelempolitikai megfontolások is a Magyar Honvédség részéről, ugye az egyik az Rényi 2026 haderőfejlesztési program, ami hát szerintem nem túlzás azt mondani, hogy mondjuk a második világháború előtti győri program óta, illetve ugye, hogy hát a Magyar Honvédség szocialista átfegyverzése óta a legnagyobb haderőfejlesztési program, ami igazából átvezeti a Magyar Honvédséget a 21. századba. Most ugye ennek egy markáns lába egyébként a Magyar Honvédség kapcsán ugye a különleges műveleti erőknek a szerepe. És ugye, hölgyeim is, van egy olyan dolog, amit nem szoktunk szeretni, de sajnos ez tény. Tehát az, hogy a különleges műveleti erők, meg általában ugye a minden fegyveres testületnél, ugye megvan az a határ, hogy mi az a tudás, szakértelem, tapasztalat, amit a gyakorlótéren meg lehet szerezni, és honnan kezdődik az a tudás, ahol sajnos éles bevetéseken kell részt venni a katonáknak. Ugye a Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalás, ez részben erről is szólt, hogy a magyar katonák még nem nagyon magas intenzitású műveletekben, amit mondjuk most Ukrajnában látunk, de felkelő ellenes műveletekben, ugye csúnya szóval, ugye puskaport tudjanak szagolni, megtudják azt, hogy milyen az, amikor lőnek rájuk, amikor azok a gránátok valóban felrobbannak, és hogy ezekkel a tapasztalatokkal tudjanak visszatérni aztán a műveletekből, amik nem kockázat nélküliek, de még alapvetően elfogadható kockázatot hordoznak magukba. Most ugye Afganisztán 2021-es lezárása után ez a lehetőség megszűnt. A Magyar Honvédség kereste, hogy hol van ilyen művelet, és ahol, ugye ez megint nagyon fontos, ugye, hogy a Magyar Honvédség önmagában nem tud ilyen jelenleg műveleteket részt venni, nem csak a Magyar Honvédség, ugye gyakorlatilag az európai államok zöme nem képes erre. Ugye még a franciák is látjuk, hogy eltolódtak egy ilyen koalíciós művelet felé, és gyakorlatilag ugye ez a Száhelben futó, ugye több nemzeti Takuba harci kötelék lett volna az a megoldás, amiben a magyar erők szerepet játszottak volna. Ugye még egy ilyen szakpolitikai kérdés, de szerintem ezt sem érdemes elhallgatni, ugye hogy a hosszú amerikai kooperáció után, ami azért alapvetően Afganisztán jellemzett, a Magyar Honvédség szeretett volna egy olyan műveletben is részt venni, ami elsősorban európai zászló alatt fut, hogy ezt is kipróbálja és bővítse a műveleti tapasztalatokat. Ugye 21-ben születik a döntés ősszel arról, hogy a Magyar Honvédség csatlakozik a Takubához. Ez ugye az úgynevezett TAAA formációban valósult volna meg, tehát kiképzési tevékenység, tanácsadás, támogatás és ugye a kulcs szó, az a kísérés kapcsán. Ugye azt jelenti, hogy nem a magyar katonák mentek volna a dzsihadistákat legyőzni, de azokat az egységeket, akiket kiképeznek, azokat elkísérték volna, tehát a gyakorlatban biztosan belekeveredtek volna ők is nagy valószínűséggel tűzharcban. Egyébként ez nem új a Magyar Honvédség szempontjából. Ugye az afganisztáni szerepvállalásban, aki figyelte ezt, hogy gyakorlatilag az OMLT tevékenység, ez nagyjából ugyanezt jelentette, amikor a kiképzett afgán zászlóaljat a kiképzők elkísérték, és hát esetenként ugye maguk is belekeveredtek ezzel a tűzharcban. Ugye a mali kormányerők a FAMA kapcsán, ugye ez annyiban volt más, mint az EU kiképző missziója, hogy itt nem egyéneket képeztek ki, vagy maximum ugye kisebb alegységeket, hanem teljes könnyűlevész századokat, és ugye ezeket egy új koncepció mentén kísérték volna el. Ugye az országgyűlés egy 80 fős keretre adott felhatalmazást, ugye ebből 62 főt terveztek telepíteni, és ugye ez év első negyedében került volna erre sor, 4 hónapos rotációban, valószínűleg Gao városában, de közbeszólt az élet, meg az oroszok. Ugye a Maliban, és itt már többször utaltam a mali elit sajátos pozíciójára, ugye rekorderként ugye most 2 puccsot is végrehajtottak 2020 augusztusa, aztán 21 tavasza között, és ugye a katonai huntának az volt a nagy ígérete, hogy nem baj, de 2022. februárjában választásokat fognak tartani. Na most, hogy ugye
puccsok és Afrika az első ránézésre nincs túl messze egymástól, de ez megint a 70-es, 80-as évek. Tehát a 90-es évek Afrikájától kezdve a katonai puccsok azok nem bírtak túl nagy támogatással a kontinensen. Az Afrikai Unió, illetve a regionális szervezetek, itt most az ECOWAS, ugye a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége, rendszeresen fölfüggesztette az államok tagságától a katonai puccs volt, egészen odáig, míg a civileknek vissza nem adták az irányítást. És ugye ez nem csak annyiról szólt, hogy ennye-be-ennye, hanem például Mali esetében a teljes földrajzi határok lezárásáról, ami megint csak nem az emberek miatt problémás, hanem az áruforgalom be- és kiáramlása miatt. Most a Mali kormány nem tartotta meg a választásokat, és ugye hát a kifutó a semmiben üzemmódot választották, összevesztek Franciaországgal, és összevesztek az ECOWAS-szal, aminek cserébe ugye az ECOWAS elég komoly szankciókat fogadott el a Mali huntával kapcsolatban, és ugye azt remélték, hogy nem baj, majd ugye ezek nagy ellenfele, Oroszország fog nekik segíteni. 2021 őszétől már látszott az, hogy a Wagner csoport, ugye a zsoldos hadsereg, amit az oroszok előszeretettel promoltálnak a világ különböző részein, elkezd beszivárogni Maliba. Ugye a Mali kormány azt remélte, hogy hát ezek a francia gyarmatosítók, ugye ők nem tudtak itt, nem bírtak itt a helyiekkel, de majd ugye az orosz Wagner csoport szép, ugye daliás, két méter magas emberei, na, majd ők sikeresek lesznek. Én tavaly decemberben voltam Bamako-ban, és ott így, hát próbáltam fölhívni a helyiek figyelmét, hogy hát mi is élveztük ugye az orosz katonai jelenlétet itt 40 plusz évig a kis területünkön, és hogy ez nem volt mindig olyan barátságos, sem az érkezés, sem az itt lét, és hogy a távozás sem ment olyan könnyen. Tehát ugye az oroszok érkezése ez viszonylag egyszerűen meg tud történni, nem biztos, hogy olyan gyorsan fognak távozni, illetve hogy nem biztos, hogy feltétlenül ugye a Wagner csoport politikai érdekei azok lesznek, amit azt gondolja a bamakói kormány, hogy a saját érdekei. Nagyon sokba kerülnek, hölgyem, és ami a nem tudjuk, de a kiszivárgott információk szerint nagyjából 10 millió dollárt fizetnek nekik havonta, ami a Mali költségvetésben elég komoly összeg, és ami most már látszik így egy év elteltével, amit egyébként lehetett tudni, és így diszkréten próbáltam én is a mali partnereknek hát felvetni, ugye Wagner nem azért van ott, hogy ezt a válságot megoldja, hanem hogy elmélyítse. Mert ez itt, és ezt Moszkva pontosan tudja, ez európai érdekszéra, minden probléma, amit itt okoznak, az nem Moszkvának lesz probléma, hanem Európának. És ugye a Wagner a bajkeverésben elég profin tud működni, és ugye elérték azt egyébként, amit senki nem mert elképzelni, ezt egyébként még a legtöbb Mali sem tudta elképzelni, hogy 2022. augusztusában a franciák azt mondták, hogy jó, ha nektek a Wagner kell, akkor mi egy-egybe kivonunk az országból. Na most ugye azóta a biztonsági helyzet kritikussá vált az országban, tehát olyan közel történik a terrortámadásuk Bamakóhoz, ami ugye a csúnya gyarmatosító franciák idejében elképzelhetetlen lett volna. De egyelőre az látszik, hogy a katonai hunta nem hátrál. Na most ugye ez az egész történet azt jelentette, hogy a magyar telepítés, meg az európai telepítés is Maliban nem okafogyottá vált, de a jogi keretek azok megszűntek. A franciák most Nizserbe tették át a régióban az új hát, működési területeket. Nagy kérdés az, hogy az európai államok fogják-e követni őket, erről folynak a háttéregyeztetések, de ugye megint tudják, hogy a probléma az, hogy ugye megérkezik az európai kontingens, Nizser nagyon szeretné egyébként, tehát ők azt mondják, hogy gyertek, nem baj, hogy gyarmatosítók vagytok, csak gyertek, mert nagyon nagy a baj, de sajnos Mali és aztán Burkina Faso most belesodródott ugye a Wagnernek a csapdájába, és ugye nagyon sok európai stratégia azt mondja, hogy addig nem érdemes nekünk oda menni, amíg nem tudunk kooperálni ezek az országokkal, mert hiába áldozunk pénzt, paripárt, fegyvert, a dzsihadisták majd átmennek Maliba, Burkina Faszóba, és mi nem tudunk velük semmit csinálni. Mások meg azt mondják, jó, de legalább akkor Nizsert meg tudjuk menteni ebben a történetben. Most talán ebbe az irányba megy el a történet, és lehet, hogy ha nem is Maliba, de idővel Nizserben találkozunk majd a magyar katonákkal. Nekem az a szakmai meggyőződésem, ha nem is idén, vagy nem is jövőre, de hosszú távon elengedhetetlen lesz az európai jelenlét. Azok okokból, amiket itt most próbáltam ebben a kicsit több mint 50 percben felvázolni, a térség nem fogja tudni önmaga megoldani ezt a problémát. Még akkor sem, ha, és ugye sajnos ezt sem látjuk most, ezt a konstellációt sem látjuk, még akkor sem, hogyha egyébként
egység lesz az elitben az tekintetben, hogy igen, menjünk egy irányba, zárjuk a sorokat, és próbáljuk meg kiűzni a dzsihadistákat, mert különben nem lesz megoldás. Ha ez megtörténik, akkor is szükség lesz külső segítségre, és ezt elsősorban Európa fogja tudni majd nyújtani a térség számára. Kedves nézőink, a köztérben a Száhel övezet migrációs válságával foglalkoztunk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.